Sziasztok! A mai nap is pár érdekesebb kis MX-es programot nézünk meg. Hozzá kell tennem, ezeket máshogy is be lehet állítani, nem csodafegyverek, és nem leszel nagy Linuxos attól, hogy ezeket használod, de kényelmesek. És azért jó az MX Linux, meg sok egyéb ilyen disztribúció, ami nagyon odafigyel ezekre az apróságokra, mert egyszerű feladatokat grafikus felületen meg tudunk oldani, és nem kell terminálozni. Ez kezdőknek, belépőknek, akik most váltottak át Windowsról, nagyon kényelmes. Hát nézzük a dátum és az idő beállítását. Na hát ez az, amivel nem kell neked nagyon foglalkozni, általában beállítottad az időzónádat telepítéskor, ha modernebb géped van és nincs valami nagyobb probléma, akkor természetesen a rendszerórád, mármint a BIOS órád, ami bent van a számítógépedben, az jól fog működni. Ez nem okozhat senkinek se gondot, de gondoltak arra, hogy ha mégiscsak szeretnéd átállítani, vagy be kell állítani, mert elmászott az idő, akkor természetesen meg tud tenni. Újfent bejelentkezünk minden olyanhoz, ami az egész Linux rendszerünket érinti, meg kell adni a jelszót, hiába jó a program, hiába kényelmes a program, hiába grafikus a program, egyértelmű, ami főnöki jogot kíván, ott a főnöknek a jelszavát meg kell adni, adjuk is meg. Ahogy hallottátok a kattogtatásból, egyértelmű, hogy nem három darab A betű a jelszavam, volt, aki megkritizálta a bemutató videókat, hogy három darab vagy kettő darab A betű nem jelszó, és milyen trehány dolog. Természetes, más egy virtuális gépbe felrakott dolog, amíg fél óra múlva a videó után letörlök, és más természetesen egy élő rendszer, ahol azért normálisabb, hosszabb és összetettebb jelszavakat érdemes használni. Látható az időt, be tudod állítani, meg tudod mondani, hogy hol vagy, aztán ennyi, a dátumot is, és alkalmaz. Nem egy nagy dolog. A következő a hardware, azaz a BIOS óra, ami bent van a számítógépedben az alaplapon, azt tudod szinkronizálni, illetve azzal tudod szinkronizálni a rendszer, azaz a Linuxban mutatott időket. Ezt érdemes megtenni, hogyha véletlenül éppen jól megy a BIOS órád, tehát látod azt, hogy ő, amikor bootol vagy beállítod a BIOS-t, jól mutatja, de a Linuxot valami hülye időt mutat, akkor ezeket össze tudod hozni. Hát megnézzük, hogy mitől kínál a lehetőség. Read, azaz nézzük meg a rendszerórát, beolvasta, hogy mennyi az idő, a system time-ot, és akkor itt lent kirogatja nekünk. Igazából nem igazán olyan dolog ez, ami napi szinten előfordul, szép dolgokat kír, ha probléma van, ezt érdemes megtenni. A következő a hálózati időd, a gondolat az, hogy automatikusan tudod a rendszeridődet, órádat, hogy így mondjam, automatikusan egy atomóra vagy atomórához közel álló pontossághoz beállítani. Egyértelmű, megmondjuk, hogy hol, milyen szerver legyen, milyen eszköz legyen, amivel te szinkronizálsz, és bizony az NTP szerver, tehát ez az adatszerver, ez az időpont szerver időnként el fogja neked küldeni megfelelő időnként, ahogy be van állítva a rendszer, a pontos időt, és most update-eljük, és akkor most aztán hiper-szuperül pontosan fogja mutatni az időt, tehát millisekundumra pontosak lesznek a időpontjaim, a másodperc mutatom pontosan megy, és aztán hát bizony a system órát update-eltük, nagyon jó. Gyakorlatilag az egész nem ér annyit, amennyiről mi beszéltünk, hiszen ezekkel nincs semmi probléma, automatikusan a rendszerünk elvégzi. Szuper! Beállítottuk az órát, amivel igazából nem sok teendőnk lesz, eddig se volt, ezen túl se lesz, de legalább van rá egy kis programunk. A következő dolog az MX kódek telepítő, ehhez azért fűzök egy-két gondolatot, de először belépek, megadom a titkos jelszavamat, és akkor elmondja azt, hogy bizony, a kódekeket kódek, tehát kódoló eszközök, ezek nem titkosító eszközök, hanem azok az eszközök, amivel videót tudsz lejátszani, audiót tudsz lejátszani, azokat tudod ezzel frissíteni és letölteni. Miért van erre szükség? Miért nem települnek ezek automatikusan? Azért nem települnek ezek automatikusan, mert az MX a Debianra épül, a Debiannak pedig van egy kőkemény elve,
olyan kódoló vagy dekódoló eszközöket, videó és audióhoz tartozó eszközöket nem engedélyez automatikusan telepíteni, és nincsenek a tárolóiba, a hivatalos főtárolóiba, hanem a harmadik féltől származó tárolókból lehet ehhez hozzáférni, amik nem szabadforgalmúak, azaz nem felelnek meg a Debian kőkemény elveinek. Tehát nagyon jó dolog ez, nagyon rossz dolog ez, attól függ, hogy mi honnan nézzük, ők csak azért tudnak szavatosságot vállalni, amit ők csinálnak, azaz a Debian rendszerbe nem kerülnek be harmadik féltől olyan zárt kódolású dolgok, amihez ők nem férnek hozzá, nem tudják átnézni, nem tudják kívül belül megvizsgálni, hogy ez jó, nem jó, vagy megfelele nekik a elveiknek. Ezek nyugodtan használható, szabad forgalmi, úgy mondom, hogy szabadon letölthető, szabadon használható kódolóeszközök, dekódolóeszközök, hogy a videódat, audiódat le tudj játszani, akkor bizony be kell ezeket szerezni. Hogyan lehet ezeket beszerezni? Természetesen két útja van, kézzel körbejárod az internetet, aztán mindent letöltögetsz és fölteszel, vagy használod ezt az eszközt, egyéb Debianra épülő disztribúciókban is van valami ilyesmi. Emlékeim szerint, azaz ezeket nyugodtan használjuk, igen, leokézzük, és akkor ő körbejárja azokat a dolgokat, azokat a helyeket, amelyikekről ő le fogja tudni tölteni, és utána kiírja, hogy codec fájlok sikeresen letöltve és telepítve, azaz már mindenféle videót le fogunk tudni játszani, gyakorlatilag MX telepítés után ez legyen az egyik legelső feladatunk, és akkor nem lesz olyan, hogy sír a rendszer, ha le akarod játszani a kedvenc filmedet, kedvenc zenédet, hogy ő aztán nem tudja. Letöltötte, köszöni szépen. Hozzáteszem, sok lejátszó programba alapból bele vannak ezek építve, tehát nem sokszor fogunk azzal találkozni, még ha nem is rakjuk fel, hogy valamit nem játszik le, de azért figyeljünk rá, nagyon sok cég fejlesztette ki a saját dekódoló, kódoló eszközeit, ahogy ő a audiót vagy a videót tömöríti, összerakja, aztán azokat nem közkincsé tette, hanem megtartotta a saját zárt rendszerbe, amiket bizony használni lehet, csak beleturkálni nem. Na hát ennyi volt az egész. Ez is egy félperces művelet volt, gyakorlatilag nem tettünk semmi olyasmit, ami valami szörnyű és nehéz lenne. Az első körben megcsináltuk az óróbeállítást, általában nincs rá szükség, második körben a kódek telepítőt lefuttattuk, villámgyorsan felkerülnek a dolgok. A következő gondolat lesz, ami nagyon fontos számunkra, a hálózati asszisztens. Szintén a hálózat beállítása nagyon fontos. Gyakorlatilag megint megadom a jelszót. Izgalmas, mi? Állandóan jelszót kér. Megkeresi azokat a hálózati eszközünket, ami a gépünkben van, jó eséllyel meg fogja találni. Arra azért figyeljetek, hogy ilyen USB-s, Wi-Fi-s cuccok, Bluetooth-os cuccok nem feltétlenül fognak alapból megjelenni, vannak, amiket a Linux nehezen támogat, nem támogat, vagy éppen ez a rendszer, az MX Linux-ban adott alaprendszer nem ismeri fel. Ilyenkor két lehetőséged van. Egy, mielőtt megveszed, megnézed, hogy a Linux hogyan támogatja, kellemetlen, de ez van. Kettő, ha már megvan, akkor nyilvánvalóan nem sírsz, hogy jaj, nem támogatja, hanem felmész a fórumokra, meg használod az internetes keresőt. Az esetek nagy részében be lehet a legtöbb ilyen eszközt állítani, van amit kényelmesen, van amit 3 nap alatt összekillódva, normál alaplapi dolgokkal, mármint ami a számítógépes alaplapodon rajta van, és ilyen elterjedtebb hálózati kártyák vagy hálózati eszközök, azokkal nem lesz probléma, az extrémebb bedugom és úgy működjön, meg egyéb ilyesmikkel van probléma sokszor. Ami nagyon-nagyon egyszerű dolog, a lényeg az, hogy megtette a dolgot, a Linux drivereket megkeresi, újra keresi, ennyi, és fel tudsz telepíteni, amit szeretnél, olyan drivereket, amikre szükséged van, illetve le tudsz egy-két drivert, lehetőséget tiltani. Ez igazából
tegyük hozzá egy olyan dolog, hogy ha tudod, hogy mi ez, akkor tudod, ha nem, akkor ne nyújj hozzá. Ennyi. Az MX Linux nagyon intelligens, meg sok egyéb Linux, ami felhasználó barátabb, kezdő barátabb, nem kell ezekhez alapesetben hozzányúlni, na hát, hogyha probléma van, akkor itt is keresgélhetsz, hogy valami esetleg le van tiltva. Valamit nem installáltál, vagy nem installált a rendszer, mert nem ismerte fel, vagy valamit még hozzá kell tenni, akkor azt meg kell tenni. Ennyi az egész. Ne nyúljunk olyanhoz, amihez nem értünk. A Windows-os driverek elméletileg ezeket is lehet használni, hát olyan eszközökhöz, amit a Linux kevésbé támogat. Én azt mondom, hogy ehhez igazából nem szoktam hozzányúlni, már nincs ilyen. Egy-kettő Windows-t alapból legalább 2007 óta nem is használtam, ezen a gépen nem is volt. Előfordulhat, ezek a hálózati kártyák, pendrive-os, tehát bedugom az USB csatlakozóba, és akkor lesz Wi-Fi meg ilyesmi, felkiáltóású dolgok eléggé nehézkesen vannak támogatva, a Linux rendszer alatt előfordul, hogy valami barkácsolást kell tenned. Az internetes diagnosztikát lefuttathatjuk, egy pinget küldhetünk egy szerverhez, elküldesz egy jelet, ő meg leméri, hogy mennyi idő alatt érkezik vissza. Ez a pingelés nagyon egyszerűen elmondva, ennél bonyolultabb dolgokat is tud természetesen, és megtesszük, hogy a google.com-ot most megpingeljük, és start, és akkor ping visszajön. Ezeknek az adatoknak az értelmezése, ezeket elemezni már inkább azt mondom, hogy haladóbb szint, utána kell olvasni, gyakorlatilag odáig nincs vele problémád, amíg le nem lassul valami fura dolog miatt a internet elérésed, azaz a szolgáltatód ad 100, neked csak 12. Egységnyi sebességed van, teljesen mindegy, tehát nagyon lelassul, akkor elküldesz egy pinget, megnézed, hogy ez valóban ott változott-e meg valami. A 10 környéki millisekundumos érték az kellemes, elfogadható, nem villámgyors, de nem is valami ocska internet. Ennyi. Az egyéb ilyen diagnosztikai dolgokkal igazából nem szabad játszani, tehát egy-egy pingelést, ha kell, elindít az ember, de egész nap pingelni egy szervert, hát igazából nem igazán kellemes dolog, azaz beállíthatod gyakorlatilag a hardveredet, a network, tehát a hálózati asszisztenssel a hardware részét tudod beállogatni, a többi pedig természetesen olyan dolog, ami érdekes, driverek, Windows-os driverek, akkor van ott piszkálgatni valót, hogyha probléma van, a diagnosztikát pedig lefuttathatod, értelemszerűen le tudsz futtatni diagnosztikát egy webböngészőből is, és akkor talán egy kicsit értelmezhetőbb kis mutatóval, kis értékekkel bemutatott eredményeket kapsz. Ez a pingelés inkább a haladó és hozzáértőbbeknek a feladata és a dolga. Oké, ennyit a hálózatról, túl is beszéltem. Természetesen, amit nem fogok tudni bemutatni, az Nvidia illesztőcsomag telepítő. Hát ez, bevallom őszintén, azért nem fog nekem menni, mert nem Nvidia-n van, hanem AMD kártyán van ez a videókártya illesztő program. Akinek Nvidia kártyája van, többféle verziójú, többféle sorozat számú eszközből, driverből, illesztő programból, hogy így mondjam, tud válogatni, és ezzel meg tudja tenni. Ezt igazából nem is akarom bemutatni, mert nincs ilyen eszközöm örömömre, mert elégedett vagyok az én kis kártyámmal, ami szépen működik, és nem valami nagy, és nem valami menő, de legalább stabilan adja a képet. A következő lehetőség, amit a mai nap beszeretnék mutatni, az MX hangválasztó. Értelemszerűen neked jellemzően egy darab hangeszközöd van, ami az alaplapon van. Meg van esetleg még egy, ami a videokártyád kimenetén van. Van még egy, ha van külső USB-s cuccod,
akkor az nálam például a gomiknek, a kis mikrofonomnak a dolgai, meg esetleg lehet, hogy te telepítettél, vettél bele és beleraktál a gépedbe egy hangkártyát. Ezek között lehet választani. Itt tudod kiválasztani azt a hangrendszert, azt a hangeszközt, azt a fizikai hangkártyát, hogy így mondjam, amivel szeretnél dolgozni, illetve egy tesztet le tudsz futtatni. A HDMI-n nem fog nekem hang lenni, az alaplapi van bekötve, azon van a hangszóró, és teszteljük. Front, center, front, left, front, right, rear, center. Nem tudom, hogy mennyire lehetett hallani, de egy hangot adott, aztán ennyi. És utána alkalmazra bökünk, és bezárjuk az ablakot. Ennyi az egész. Tehát ha több van, itt be tudod állítani. És hozzáteszem, természetesen, ha Pulse Audio-t használsz, azt a szoftveres háttértámogató rendszert, amit általában adnak, illetve azt mondom, hogy már van a Pipevire elnevezésű egy másik, ott is tudsz váltogatni, nem egy nagy agysebészet, természetesen hangelőkeverőbe előkeresed ezeket a kimeneti, bemeneti, látjátok éppen beszélek a mikrofonba, kimeneti eszközöket és azokat beállogatod, tehát kényelmesen tudjuk a hangeszközöket használni. Egyszerű. MX rendszerhangok, na ez az, amivel én nem szoktam foglalkozni, gyakorlatilag megadhatsz egy-két eseményt, hogy szóljon a hangszórod. Na hát ez nekem nem kell. Miért? Mert a loginnál, meg a logoutnál kilépés-belépésnél nekem ne sipoljon a gép. Ez nem Windows, hogy csecsebecse, csili-vili, meg itt zörög, ott zörög, ez Linux. Ez egy funkcionális rendszer, ami hozzáteszem, szép is lehet, tehát nem azt jelenti, hogy rondának kell lenni egy funkcionális rendszernek, de ne sipolgasson, de be tudod állítani a témáját, hogy milyen téma legyen, milyen hangokat adjon ki, és természetesen be tudod állítani, hogy itt is, meg itt is milyet adjon. Azaz megadod, hogy induláskor, leállításkor milyen hangot szeretnél használni, és bepipálod azokat, amelyikeket szeretnéd, hogy hang hatással kísérje, login, logout, természetesen ezeket kiszedem, már belépés, kilépéskor ne sírjon, XFCE eseményekkor legyen hang, ne legyen hang, nem kell hang, nem kell hang, ne zavarjon, főleg, hogyha az ember valamit hallgat, megy mellette a zene, vagy szöveg, vagy éppen Skype-ol, vagy akármilyen videokonferenciát tart, ne sipákoljon bele a gép, rettentő, idegesítő, ennyi lényeg, a lényeg, ha tetszik neked e négy esemény hangosítása, akkor bepipálod, ha nem tetszik, nem pipálod be, illetve a kiléptető, illetve beléptető hangot meg tudod hallgatni ezzel, be tudsz párat állogatni, ha neked éppen ilyesmi kell. Nem szoktam ezt használni, ezért bezárom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Elég rövidecske, bár érdekes, nem feltétlenül hasznos, de érdekes programokat sikerült bemutatnom. Ezek nem akkor hasznosak, amikor nincs rá szükségőd, nincs rá szükséged, mert azt mondod, hogy nem kell hang, vagy működik természetesen az időd, vagy a hálózatod. Ez akkor szükséges, amikor éppen valami probléma van, és meg kell nézni, be kell állítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!